olyan elterjedt volt a gyulladás a szervezetemben, a vastagbélen, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, sztómát kellett kapnom. Valahol egyébként jó érzéssel tölt el, hogy azért megnézik, mert kíváncsiak az emberek, nagyon kíváncsiak. Másrészt meg negatívum az, hogy nem tudják, hogy mi ez, még ma sem. Néha az a jó modell szakmában, ami tökéletlen. És nekem ezzel nagyon nagy magabiztosságot adott, de a mai napig is. A body positivity az nem egyenlő a plusz size-al. A body positivity az lehet egy műtéti heges, egy nagyon vékony, egy sovány nő is, vagy egy sovány ember is. Ugye ez a Crohn-betegség, ez egy ilyen, hát egy bélgyulladásszerű betegség, de egészen a nyelőcsőttől a végbélig ki tud hatni. Végül is megállapították, hogy ugye olyan elterjedt volt a gyulladás a szervezetemben, a vastagbélen, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, sztómát kellett kapnom. És hát mondták, hogy akkor másnap meg is lesz a műtét. És ugye végül is nekem a sztóma mentette meg az életemet ebből a betegségből, mert különben meghaltam volna az intenzíven. Lényegében a sztómáról tudni kell, hogy ez egy kivezetett bélszakasz, de hát, hogy lényegében az ürülék távozik rajta. És ugye ez higiéniai szempontból rossz. És én meg pincérként vizsgáztam. És én bennem ott a világ dölt össze, hogy akkor így most hogyan lesz meg a szakmám, mit fogok kezdeni magammal. És elkezdtem túlgondolni a dolgokat, elkezdtem azon kattogni, hogy mi lesz velem jövőre. Holott még azt se tudtam, hogy egyáltalán a sztómás létem meddig fog tartani. Folyamatos hasmenésem volt, hangingerem volt. És akkor ugye én úgy voltam vele, hogy biztos csak egy ilyen kis gyulladás vagy valami, de hogy majd a gyógyszerek rendbe hoznak. És én el sem mentem ez miatt orvoshoz, én ezt húztam. És konkrétan én olyan durván elhúztam ezt az egészet, hogy 17 évesen, amikor az első tüneteket észrevettem, akkor voltam olyan 58 kiló, és egy hónap alatt ágynak estem, alig tudtam már felkelni, de mentem, mert én nem bírok ágynak esni, én nagyon szeretek menni és mozogni. És ekkor láttam olyan, nem is tudom, talán 48 kiló körül. És akkor mondtam azt, hogy jó, akkor irány vissza az orvoshoz, és a házi orvosom egyből be is utalt a kórházba. Ugye én úgy feküdtem be a műtőbe, hogy előtte én olyan felvilágosítást kaptam, amiért én összeteszem a mai napig a két kezemet, hogy leültetett az orvos engem és anyukámat is, és mondta, hogy figyelj, most ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet lesz, de hogyha ezen túllendülsz, akkor onnéttól fogva tiéd a világ. Nem olyan könnyű voltam úgy elfogadni, pláne nem egy tinédzser kamasz fejével, mint az enyém. És akkor bennem amúgy minden már előfordult, hogy én öngyilkos leszek, én nem akarok így élni, én nem akarok más lenni, hogyan fogom tudni ezt kezelni egyáltalán. És amikor én felébredtem, akkor pedig egyből szóltak a sztómás nővérnek, hogy a Fanni felébredt, gyere és magyarázd el neki. Amikor felébredtem, én utána egy ilyen 2-3 óráig csak mozdulatlanul feküdtem, és úgy voltam vele, hogy nem. És megjött a sztómás nővér, és akkor mondta, hogy akkor most akkor együtt megpróbáljuk, megnézzük, mi ez. Elmagyarázott mindent, hogy hogyan kell ezt kezelni, hogyan kell cserélni a zsákot, mik a negatív, mik a pozitívumai. És valamilyen szinten megnyugodtam, amikor én már megtanultam vele együtt élni, tudtam, hogy kell kezelni, mert egyébként meg egy sztómát megtanulni kezelni, őszintén szerintem egy fél év minimum, amikor kitapasztalja, megismeri az ember, hozzászokik egyáltalán ahhoz, hogy van. És egyébként az az érdekes, hogy én néha mai napig érzem azt, hogy itt van. Az a nagyon-nagyon jó érzés, hogy amikor azt mondják neked, hogy ehetsz, hogy ez egy leírhatatlan történet. A kórház az automatikusan kijelölt mellém egy pszichológust, de én nem tudtam neki megnyílni. Utólag és idővel később pedig beláttam, hogy tényleg kell a pszichológusnak a segítsége, mert nekem is sokkal könnyebb lett volna, hogyha én akkor nem elutasítom őt, hanem megpróbálok neki megnyílni. És lényegében nálam hozzá kell tenni, hogy ugye az én anyukám meghalt. Én akkor mondtam azt, hogy én elkezdek újra pszichológushoz járni, mert nekem kell a pszichológusnak a segítsége, mert olyan sok rossz történt az életben idézőlesen, hogy ezzel már nem tudok egyedül megküzdeni. Én úgy gondolom, hogy bárkinek van egy olyan orvos, akinek egy picit már meg tud nyílni, és tudja, hogy segítségre számíthat tőle, az biztos, hogy segíteni fog ebben. És sajnos nagyon sok fiatal meg itt rontja el, hogy nem fogadja el a segítséget, holott pedig el kéne. Nekem a modell szakma nagyon-nagyon sok erőt adott, és nagyon nagy magabiztosságot adott, ugyanis manapság már nem a modell szakma sem olyan, mint régen, hogy az az elfogadott, hogyha úgy nézel ki, mint a Victoria's Secret angyalok. Néha az a jó modell szakmában, ami tökéletlen.
És nekem ezzel nagyon nagy magabiztosságot adott, de a mai napig is. Amikor én sztómás voltam, akkor nekem nagyon nagy biztonságot nyújtott a harisnya. És én a mai napig mindig harisnyát veszek fel. Szóval ez az érdekessége. És például volt egy fotózás, amikor mondtam azt, mindenki harisnya nélkül volt, és én mondtam a stylistnak, hogy figyelj, nem szeretnék harisnya nélkül elmenni, mert itt a sztómám, nekem ez biztonságot ad. És akkor is mondták, hogy jól van, semmi baj, menjél nyugodtan, de akkor rád adunk valami kis tesszínűt, ami nem üt el annyira bőröttől. És mindenre létezik egy megoldás, tényleg mindenre. Amikor mi ezeket az idézőles sztómás képeket egyébként újraalkottuk, akkor én pont azt mondtam a fotósnak, hogy figyelj, most végig fogok itt menni sztómásként, bikinibe, nézd meg a reakciókat. Nem tudott mondani egy embert, aki ne nézett volna rám. És ebből azt tapasztaltam meg, hogy nem tudják, hogy mi ez, hogy rám néznek, és bámulnak. És valahol egyébként jó érzéssel tölt el, hogy azért megnézik, mert kíváncsiak az emberek, nagyon kíváncsiak. Másrészt meg negatívum az, hogy nem tudják, hogy mi ez, még ma sem. Holott ez már tényleg egy olyan alapvető, normális dolognak kéne lennie, mint az, hogy bemegyek a boltba. Hogyha először azt mondjuk, hogy body positivity, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy a plus size. Mert hogy a plusz size-ok hölgyeket ne ítéljük el, róluk nem mondhatunk csúnyákat, nem is mondunk, de a body positivity az nem egyenlő a plusz size-al. A body positivity az lehet egy műtéti heges, egy nagyon vékony, egy sovány nő is, vagy egy sovány ember is. És nekem ez a célom most is, és mindvégig, hogy engem az emberek úgy ismerjenek meg, mint a sztómás lányt, aki felépült belőle, és tud erőt adni másoknak. Amikor egy krónosnak jön egy ilyen nagy stressz hullám az életébe, pláne azoknál a krónosoknál, akik még veszélyeztetebbek, mert mondjuk ők a stressz miatt esnek vissza, mint én. Mert ugye lényegében én soha nem a kajától estem vissza, hanem a stressztől. Akkor meg kell próbálni kivonni a negatívat az életből, akármilyen nehéz is akkor, akármilyen reménytelen is a helyzet akkor, olyan emberekkel kell magunkat körülvenni, akik építenek, és nem hátba szúrnak, és nem az, hogy rosszat akarnak neked. És én ezeket az embereket idézősen kivontam az életemből, meg elkezdtem a fókuszomat pozitívvá tenni, és én utána úgy felépültem, hogy most itt vagyok. Igazából úgy vagyok vele, hogy elvesztettem az anyukámat, túléltem már 4 műtétet, hogy innétől fogva nincs olyan, amivel nem tudnék megküzdeni.